Szeretetek, köszöntöm a nézőket, ez itt a Színkeverő DJ Podcast, én Becker Dávid vagyok, és már is bemutatom a műsorvezető társamat, Tomi Montánát, az én jobbomon. Sziasztok! Nektek lehet, hogy baloldalt látszódik, és hát hatalmas nagy dolog az, hogy elindultunk. Sok munka előzte meg, hogy ilyen szép helyen lehetünk. Köszönjük a DVG stúdiónak, hogy saját produkciójaként alá vett egy ilyen fontos platformot, mint a DJ Podcast. Nem kisebb a célunk, mint hogy egy olyan platformot létrehozni, biztosítani, ami, ami olyan témákat vonultathat fel, ami érdekli a DJ közösséget, meg egyébként azokat is, akik járnak buliba és formálják a, a magyarországi bulikultúrát. Mivel kezdjük, mi legyen a legesleges, -leges, legalapabb téma és kiinduló pont, Szerintem a DJ Szövetséget érdemes megszólítani, hogy ők milyen állásponton vannak a jellegi 2024-es helyzetekkel kapcsolatban, mit tesznek azért, hogy a magyar DJ kultúra úgy érezze, hogy folyamatosan. Van egy érdekképviselet, és jó a kommunikáció, ezért itt van velünk a kék vagy a piros sarokban, szinte teljesen mindegy. Uh, Jeszenszki Zsolt, műsorvezető, újságíró, a Magyar DJ Szövetség elnöke, további titulusai tekintve zeneipari gurú, és még találtam egy csomó mást. Szervusz, üdv műsorban! Szevasz, köszöntöm a nézőket! És itt van velünk Lipóci Csaba, a Katapult DJ oszlopos tagja, aki... Aktuálisan, hogyha ránézünk a DJ Szövetség weblapjára, akkor még fel van tüntetve, mint uh, kommunikációs bizottsági tag. Uh, szervusz, hogy Szia! Sziasztok! Hello! Csabikám, ez egy jó felütésnek. Mit gondolsz erről, te, mint kommunikációs Én jó oponense vagyok a Zsoltnak, tehát én, én mindig építő jelleggel fogalmazok meg dolgokat. Aztán hát most végre eljött a pillanat, hogy ezt, ezt így meg tudjuk beszélni, mert az utóbb, nem tudom, hogy 15 évben nem volt időnk beszélgetni. Legyen akkor a, a, az alap az, hogy ö, vegyük át, hogy mivel foglalkozik, miért jött létre 2002-ben, hogyha jól tudom, a Magyar DJ Szövetség, mik voltak az alapvektorok, és mi volt a koncepció? Zsolt. Egy gondolat eddig azért visszatérnék erre, amit most fölmerült, hogy a, a honlapon például a Csabi is kint van, aminek nagyon örülök, és ö, annak idején, amikor ö, amikor létrehoztuk ezt a bizottságot, hát szerintem ez egy jó, jó, tíz éve történt, de lehet, hogy még több. Több ilyen bizottság is létrejött az Egyesült Berkeim belül, és ez mindegyik fönt van még a honlapon, mert ami ugye aktuálisan változik, és fontos az, az éves a jogdíjakról szóló tudni való kedvezmények, stb. azokat mindig frissítjük, de valahogy a, a rólunknak az alsó részére úgy tűnik, hogy nem, senki nem görgetett lefele, és kiderült, hogy hát van még a zenei műfajok bizottság, a produceri bizottság, sok minden, különböző nevekkel, szegény megboldogult Palotai Zsolt is, mint egy ilyen tanácsadói kör benne van még. Úgyhogy ezt mindenképp frissítenünk kell. Az a helyzet ezekkel a bizottságokkal, hogy mondjuk a felügyelő bizottság az egy, az egy létező egység a szervezetben, mert hogy azt az egyesületi törvény megköveteli a többi. Az úgy létrejött, hogy majd lesznek munkák, feladatok, és úgy tűnik, hogy a titulusok Mindenki örül ezzel járó esetleges munkának, feladatnak már kevésbé, úgyhogy nem nagyon. Csak ilyen szempontból azt kell, hogy mondjam, hogy kivétel, mert neki nagyon jó ötletei voltak, sőt olyannyira, hogy annak idején, amikor a. Ezt most erre konkrétan emlékszem, hogy a, a, az e-mailünk alatti ilyen ugye aláírás, és hogy ott like, like old a Facebook oldalt, azt még a Csabi e, találtak Ez azt neki köszönjük, és ez a mai napig működik. Micsoda innováció. innovációk. Igen, 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 <laughs> a... Jó, erre <laughs> egyébként egy, visszatérünk még erre mindenképpen, hogy kinek mi a funkció, és egyébként mire voltak ezek a bizottsági ö, ö, felosztások. a létrejöttére kicsit Igen, ö, ugye 2002-2003, amikor elkezdte az érdemi munkát. Ugye előtte volt egy, egy azt kell, erről a húsz évről azt kell látni, de egyébként az azt megelőző évekről is, hogy ez egy nagyon nagyon dinamikusan változó világ, a zeneipar, a, azonban is nyilván a DJ-k világa, és azért a, a feladatok, vagy az aktuális problémák, helyzetek azért nagyon nem ugyanazok ma, mint amik húsz éve voltak. Akkor két dolog volt ilyen, hogy mondjam, akut kérdés talán. Az egyik az a DJ vizsga, ami. Egyébként 2002-ben még létezett, és hát elvileg kötelező volt. A gyakorlatban már azért nem nagyon kérték számon a, a vendéglátóhelyeken azt, hogy a DJ, aki ott dolgozik, annak legyen ugye ilyen OSK vizsgája Az, hogy az OSK az egy milyen intézmény volt, és egyetem, hogy alakult ki, ez az egész szerintem nem tudom, érdemesebb belemennünk. Fölösleges e be. téma az szerintem. Az szerintem is, múlt múlt, hogy... De ugye az egy, és ugye azt részben okkal támadták. Annak idején, és 2006-ban Kúka János akkori gazdasági miniszter megszüntette a, a kötelező osk vizsgát, amit sokan nagyon nehezményeztek, mert hogy ez mégiscsak eredendően legalábbis valami fajta szűrő volt arra vonatkozóan, hogy nem állhatott bárki be a DJ pultba, hanem mégiscsak kellett hozzá valami fajta képesség. Na, most bocsi, bocsi, hogy a szabadba vágok, én emlékszem még erre az időkre, és egyébként sokan nagyon örültek is neki, hogy végre nincsen szabályozáshoz kötve, és a közönség mondja meg, hogy ki lehet DJ, meg ki nem. És egyébként most eltelt 20 év, és nagyon sokan most visszasírják ezt az időt, hogy miért nincs újra DJ. -i. Hát olyan annyira, hogy, hogy a, leghangosabb ellenzői, vagy a leg, akik a legjobban örültek, hogy jaj, de jó, hát megszűnt a vizsga. Később ők, ha nem is ilyen direkt módon visszasírták, de hát hogy borzasztó, hogy már mindenki DJ lehet, és hogy nem lehet pénzt keresni ezzel, és nincs, nincs igény az ő munkájukra. Szóval ez egy, ez egy nagyon összetett kérdés, ugye az, hogy, hogy mondjam, magánemberként, egyfajta, ilyen szempontból mindenképpen liberálisan gondolkodóként én is azt mondom, hogy a, ez egy olyan, részben művészi, részben szórakoztató tevékenység, amit nem lehet semmifajta, hogy mondjam, követelményrendszerrel, hogy, hogy, hogy valaki jó DJ vagy nem. Ez teljesen igaz. Ugyanakkor egy DJ-nek nem csak az a dolga, vagy nem csak abból áll a munkája, inkább úgy mondom, hogy zenéket rak össze, vagy bulit csinál, nyilván ez, amit a közönség lát. De azért neki mégiscsak tudnia kell, egyrészt nem ártatudja, tudja, hogy hogy kell összedugni két kábelt, hogy mondjuk ne legyen rövid zárlat, tehát ilyen apróság, ugye volt annak idén ilyen érintésvédelmi oktatás is a vizsgán, ami nem teljesen hülyeség. Meg, hogy azért mégiscsak valami fogalma legyen arról, hogy, hogy mondjuk mit kell csinálni akkor, hogyha tűzött ki a helységben, és akkor képes legyen legalább annyit bemondani, hogy gyerekek nyugodjon, mindenki szépen nyugodjon, nyugalom. És, tehát olyan, olyan beszélünk, amik így első pillanat, vagy első gondolata sokaknak nem jutnak eszébe, mert ugye azt szokták mondani, hogy addig nincs baj, amíg nincs baj. Tehát amíg annyi, hogy megy a buli, jaj, de jó, és nyomja a DJ a zenét, addig Nyilván tök mindegy, az a lényeg, hogy jó legyen a buli, de bármilyen olyan váratlan helyzet adódik, és ez adódhatott ad, adott a buliban is, de nyilván a felkészülés során ad, ad abszurdum, mondjuk ilyen nagyon szomorú, ugye volt egyszerű egy baleset a West Balkánban, emlékszünk, hárman meg is haltak, de, de ezeknek a helyzetnek a kezelésében lehet szerepe a DJ-nek, legalábbis kommunikálni a közönség felé, és ilyenkor ezen is lehet gondolkodni, hogy milyen elvárásokat támasztunk, milyen felelősségi viszonyok legyenek, mert ugye az sem mindegy, egy, azért mondom, amíg nincs baj, addig nincs baj, de ha valami baj van, akkor ki a felelős? Azért jussunk el odáig, hogy az OSK meg minden, az Erdős Péter féle szocializmusból indulunk, ott volt az, hogy azért szabályozzuk azt, aki a diszkós pultban áll, mert az beszélhet a tömegekhez, és ez feleljen meg a párt diktatúrának. Ez valahogy onnantól tíz év, bocsánat, túl jó történelm tanáraim voltak, tehát, hogy onnantól 10 20 évig ez nem változott, de közben a nyakunkra jött az internet, és ez az internetes változás okozta azt, és mások, hogy beléptünk az Unióba, piac van. Tehát, hogy ha tizenévenként nézzük a váltást, akkor egyébként tök jól föl lehet osztani, hogy mindig az előző tíz éves generáció, ahogy én most 43 évesen figyelem a 30 éveseket, hogy mit csinálnak, ott mindig van egy, egy, egy gap, mindig van egy, egy olyan szakadék. De most nyilván a DJ szövetségnek ez nem, se, se, nem érdekes, se nem feladat ezt úgymond kezelgetni, csak amikor még nem volt az internet, és nem volt ekkora, hogy minden szembe jön, tehát, hogy én YouTube-on most meg tudom nézni azt, hogy mit tudom, valamit hogy kell csinálni, akkor még sokan fordultak, én is emlékszem ezekre a beszélgetésekre, nem tudom, 2008 9 ből is, hogy még 2009-ben, tehát bőven az uniós csatlakozásunk után is 5-6 évvel még valaki ezen pörölt, hogy a DJ vizsgát meg a mindent vezessünk vissza. Értem, tehát most ott tartunk, hogy 2024 van, tehát már az orvosi kamarába se kell belépned, tehát most gondolj bele, hogy annyira változik a világ, tehát mindenki csináljon azt, amit akar, fizessen adót, fizesse a jogdíjat, tehát, hogy érted, de hát, hogy nagyon, tehát, hogy, hogy húsz éve eltelt, és, és, az a világ tényleg egy, egy, nagy változást, ezt akartam itt egyébként megmondani, hogy nagy változások voltak, de, de szépen lassan szerintem mindenkinek föl kellett akkoriban is dolgozni, hogy hát ez, egy, ez, ez, az egyik legjobban fejlődő szakma a számítástechnika mellett a, a diszkózás. Tehát annyi minden történik körülöttünk, és akkor is már, még emlékszem, jártunk, hogy a bogyáékhoz jártunk, hogy a lemezboltba, ide jártunk, oda jártunk, de hát közben már a, a kazán, meg az összes többi dolgon már, már ott volt minden. Meg tudtad venni a CD írót, meg tudtad venni ezt is, azt is, amazt is. Igen, épp ezt akartam mondani, hogy amikor Zsolt elkezdte sorolni, hogy, hogy mennyire nehéz volt akkor DJ-ként, hogy mondjam, trendinek maradni, vagy felhívni magára a figyelmet. Nagyon drágák voltak ugye a bakelit lemezek. Jó, bozaszt... hát az egy nagyon szép gázsik volt. A... Nyilvánvaló. Hát azért itt a, amik... Vára, olyan szinten, hogy képzeljétek el, hogy a, egy majd nagyon sikeres vendéglátós, az egyik legismertebb országban egyik legismertebb étterem az övé, ő valaha diszkós volt Balaton környékén, és egyszer megkérdeztem tőle, de már ez is volt szerintem tíz éve, hogy hogy hát mondjam meg, hogy mennyi volt az ő utolsó gázsia, amikor abba hagyta a diszkózást. És oh, azt hát mondja, hogy jó, hát figyelj, most, én, hát most már az annál biztos, hogy sokkal több, hát az semmi nem volt ahhoz képest. Mondom, mennyi? Minden? Tényleg mennyi? Hát én akkor már csak keddenként dolgoztam az utolsó időben, és 30 ezer forint volt. 90, nem tudom, egy ről beszélünk, 30 ezer forint, 90. Hát mondom, szerintem ma örülne egy rezident, ha kedden 30 ezer forintot mondani, kapna. Egyébként ezt akartam mondani, hogy a 30 ezer forint, az szerintem Budapesten, de lehet, hogy vidéken is, ezt nagyon nem tudom, de egy házigazda lemezlovasnak mondjuk egy átlagbére bére jelenleg 2024 Na, ez, ez, igen, és, ez, és, és ez egyébként ez nagyon szomorú. 2024-et írunk. Most néz minket mondjuk egy 14-15-16 éves fiatal srác lány, teljesen mindegy, aki úgy gondolja, hogy ő DJ szeretne lenni. Akkor segítsünk neki. Mondjuk el a te oldaladról, mint DJ Szövetség oldaláról, hogy neki mire van szüksége, mit kell tennie ahhoz, hogy DJ legyen, és utána kíváncsi vagyok a De Csabi. Ebből legyen később TikTok videó. Jó. Tehát, úgy, úgy azért hogy ebből ezt. legyen. Tehát, a zsolték vegyék a fáradtságot, és a DJ Szövetségnek. Azért legyen már egy TikTok oldal. és akkor én idő, szeretném lesz, meghallgatni majd a, a, a végre. Csabi, mint a művész oldaláról is, hogy mire van szükség. Csabának itt a második innovációja a like után, hogy legyen TikTok csatornája a DJ Szövetségnek. <laughs> jó, De én, 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 én meghallgattam először ezt, mert a Csaba akkor, nyilván akkor ő ilyen művész, ilyen és az, hogy mitől lesz valaki menő, azt ő biztos, hogy nagyon jól el tudja mondani. Jó, én 2024-ben az első dolog, amit így mondok, és akkor egy kicsit azért, hogy legyek puzéróbertes, Robertes, én azt mondom, hogy ehhez a DJ szövetséghez ne csatlakozzatok. Tehát ide változás kell, és ezt szerintem azzal fogjuk tudni elérni, hogyha a fiatalok ehhez már nem csatlakoznak. Lehet később ehhez csatlakozni, csak érjük el a változást. A második legfontosabb dolog, hogy ha valaki diszkós akar lenni, és ugye Zsolt mindig a törvényi oldaláról közelíti meg, nyilván ez a, ebben van a lóvén, azt szoktam mondani. Nem fontos, hogy befizesd a jogdíjat, mert ma már azt is megtetted, hogy TikTokon vagy DJ, és órákat zenélsz a TikTokon, és onnan pénzt keresel, és ugye ezt nem látja se az állam, se a NAV, se senki. Ez egy fekete zóna egyelőre. Tanult ki a szakmát, YouTube-on tanult meg, hogy ez mi, hogy működik, és hogyha egyszer eljutsz oda, hogy elmész a klubokba, és ugye régen ez úgy volt, hogy tanulni kellett a dolgokat. Tehát el kellett menni. Ma tök egyszerű a helyzet, megtanulod YouTube-ról, ha apádnak van pénze, vagy elmentél dolgozni, a mekibe egyébként nagyon jó kontrollereket kell venni. Ez a fizikai része. Utána, hogyha eljutunk oda, hogy hogyan kell menőnek lenni, akkor én azt szoktam mondani, hogy most már ne velünk foglalkozzanak, mert én is 43 éves vagyok, tehát én már családapa vagyok, hanem tessék megnézni, hogy a mai fiatalból, aki ma az a fiatal generáció, aki egyébként nem csatlakozik már ehhez a DJ szövetséghez, legyen az a Jauri, legyen az a Kósz, tehát itt 10-20 embereket föl tudok sorolni, akik nálamnál 15 évvel fiatalabbak, ők például, tessék megnézni, ők már médiasztárok, influencerek. Tehát ezzel kell egy kicsit foglalkozni. Nagyon sokakat föl tudunk sorolni Te közülük. Tehát akkor valaki először legyen influencer, médiasztár, Azt és is utána is legyen DJ? Azt se? is tanulni. Hát. Ma már diszkozni nagyon könnyű. Hangul, jó hangulatot csinálni, érteni a közönséghez, érteni a vendéglátáshoz. Ez nyilván ez, ez tapasztalati úton tanulható. Tehát ez nem lehet más. Hát másképp. rutint kell szerezni. Minden rutint féleképpen. kell szerezni. De ahhoz képest, ahogy mi kezdtük, mert még én is ugye Bakelitről kezdtem, az a világ jó volt, meg volt, figyelj, 25 évvel ezelőtt volt. Tehát 25 évvel ezelőtti dolgokról szerintem a mai fiataloknak kár beszélni. Én tudnék egy-két dologgal vitatkozni, de nem szeretnék. Oké, okay, oh, de, hát de nem, 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 hát azért nem vagyunk, vagyunk itt, hogy beszélgessünk. Persze. És én azt mondom, hogy a mai fiatalnak egyetlen egy feladata van, hogy megértse azt, hogy az a közönség, aki nekünk később zenélni fog, lehet az TikTok is... De ugyanúgy lehet élőbe is, az mire kíváncsi? De úgy érzed, hogy most a TikTok, olyan, tudom, hogy a TikTok erős, tehát nem, nem, ne érts félre a kérdés. Tök de mindegy, de, a de úgy erőse. érzed, hogy az most olyan erős, hogyha valaki ott mondjuk diszkózik egy órát élőben, ezt én is látom, hogy rengetegen ezt csinálják, az az, az valamire jó? Azon kívül, hogy a haverjai nézik? Attól függ, mennyien nézik, attól függ, mit csinál. Tehát most azért nézzük meg a legeklatánsabb példa szerintem a Pampet Gabo. Tehát tegnap előtt még a piros gatyájában a Balaton Soundon volt. Majd eltelt három év, és a legnagyobb word és egyéb fesztiválokon főfölé. Jó, de ő közben tévéműsorban szerepelt, szereplő. Tehát így ő van. azért lett DJ, Ő a médiában, figyelj, hogy nagyon a a sokan. világot lá... tovább húzza, szerintem. Figyelj, pontosan látjuk, hogy a Ilonává öregedett plémétek mai napig lejönnek hozzánk a diszkóba pénzt keresni. Tudjuk, látjuk, hát hány ilyen volt már? Oké, okay, értjük. De most egy olyan világ van már, amikor a fiatal sokkal hamarabb ki tud törni. Ha van egy jó domása a TikTokon, az Instán, tök mindegy. Van egy jó elképzelés, ezt végig tudja vinni. Előbb-utóbb valahol pénzt kell keresnie. Tehát ki fog törni. És akkor ugye kénytelen lesz megérkezni a diszkóba, sőt, én még, még szélsőségesebb leszek, hogy az a diszkó, amit, amit csinálnak a mai fiatal diszkósok, az igazából nem diszkó, az két dologról szól. Csinál egy közönség találkozót, és ezért pénzt kap. Érted? Mert halál fölösleges arról beszélünk, hogy befizeti a jogdíjat. Fizesse be! Oké, okay, csinálja. De nem azért jött oda. Hanem azért jött oda nagyon sok diszkós, hogyha megnézed a mai fiatalokat, hogy egyszerűen találkozzon azzal a közönsége És ha megnézed a, a mai szetteknek a 90%-a, az vagy előre fölvetszett, ugye én David Getterson, hogy a játék és minden stimmelje. Hát szerintem azért még egy tiktok nem tart. Vagy ráindítás. Csaba, Te én egyetértek ezekkel, ö, amit az elmúlt ö, néhány percben elmondtál, az szerintem a jelen. Meg, ö, meg, meg valószínűleg ö, mondtál egy csomó olyan dolgot, amit eddig nem mondtak ki sokan, és ez ez, ez brohat jó. Akasszatok, viszont, viszont ettől függetlenül azt gondolom, hogy ö, hogy érdekképviselet, még hogyha ezt nem is írja alá nagyon sok mindenki, azért nem árt, hogyha van, az már más kérdés, hogy ez mennyire van aktualizálva a modern igényekhez. Miben kellene szerinted fejlődnie, vagy esetleg újjáépülnie, rád bízom a, 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 ennek a módját, egy 2024-ben releváns DJ szövetségnek, ahhoz, hogy a fiatalokat meg tudja szólítani, és olyan trendeknek is megfeleljen, amitől az egy lendületes, ütőképes, a igényeiknek megfelelő összefogás legyen. Én onnan indítom a beszélgetést. Hogy ez És ember... akkor nyilván várjuk a másik oldalt is, hogy ez mennyire... Oké. Okay. Kezdhetem? Abszolút. Jó. Én onnan indítom a beszélgetést, hogy az embernek van gyereke, akkor egy figyeled azt, hogy meddig hazudhatod, hogy van a télapó. Egy darabig a gyerek figyel, 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 még nem mondja ki, hogy hazudsz, de, de már, már gyanús neki, hogy valami nem stimmel. De meddig ajándékot kapod, addig nincs probléma. Pontosan. Nekem is van gyerekem, azért tudom. Így van, így van. Na most én azt mondom, hogy a DJ Szövetségnek nagyon szép múltja van, nagyon sok mindenben támogatom is, hiszen nekem tök jó érzés volt megérkezni egy olyan helyre, ahol <coughs> egyébként van találkozó ennek van egy gazdasági része is, és én ugye azt szoktam mondani, hogy ha megnézzük, ugye én egy kicsit úgy szoktam fogalmazni, hogy dopmen meg a haverok nyomják a dominót, de itt is ugyanígy van, hogy a Jesse és Pigi és a haverok, nem tudom, aki ugye benne van az alap, alapítóba, nyomják a dominót. Tehát valakik létrehoztak egy tök jó szervezetet, ami tökéletesen működött egy darabig. Van egy jó arca, most már ugye azt szoktam mondani, hogy szerintem a Jesse az legyen az elnök, mint annak idején, nem tudom, volt a munkáspártban a türmergyula, viszont legyen már egy fiatalabb arc, aki, aki mint te, lehet ez a Jauri, lehet ez a Kósz, aki fölvállalja azt, hiszen mit beszéljünk mi 40 fölött vagy 50 fölött a múltról a fiataloknak, fiatal kell, hogy beszéljen, ugye? Tehát először is keresni kellene erre fiatalokat. A másik, én mindig azt szoktam mondani, hogy minden egyes szervezetnek van egy financiális része. Na most fantasztikus a jogdíjkedvezmény, egyébként, ha cégesen fizetett be, még 27% lejön belőle, és a többi, és a többi. Tehát nagyon sok olyan dolog van, amit egyébként én szívesen elmondanék. Egyébként ez tök jó, hogy beosztod ezt a céget, meg mondjuk ezt az áfás dolgot, mert szerintem azok a diszkósok, akikről mondjuk eddig beszéltél, a TikTokerek, hmm. nevezzük őket így, meg az influencer, ezek nem tudnak mögé tenni sem céget, sem alanyi mentes vállalkozást, sem, sem, egyéni vállalkozás, Erre sem. sem semmi. a DJ Szövetséget fölfejleszteni, hogy ebben segítsen nekik ezt elmondani. Hát én meg úgy gondolom, hogy kicsit ö, ellenőrizni kellene ezt, és nem mindenkit elengedni, úgyhogy most akkor, ahogy az elején is beszéltünk, 5000 forintos diszkósokról beszélgetünk. Nézd, a másik dolog a kommunikáció. Tehát én, én, továbbra is azt állítom, és bocsánat, itt azért visszatérek az alapokra, ha megnézzük azt, hogy ugye az ember figyel, és itt mondom, hogy a télapónak, tehát a télapót meddig hazudjuk. Tehát ha az ember figyel, és én is, ahogy belekerültem ebbe, ebben 27 éves voltam. Idővel azért csak jó a Google erre, csak figyeled az Instát, ki kivel a karácsonyi képet, ki kivel van, ki kivel, hogyan van. Tehát a gazdasági érdekcsoportok, itt a DJ Szövetségről, és nyilván a zenei érdekcsoportok. Idővel összerakod a képet. Ma meg már Google-ön megnézed azt is, hogy mennyit keres. Rengeteg pénz van abban, hogy a DJ Szövetség létrejött, és ebből a pénzből nagyon fant tehát a fantasztikus rendezvények jöttek létre. Ezek mind tök jók voltak. Egy a kérdésem, hogy miért nem lehet ebből a pénzből, mert hogyha kiszámolod, hogy mennyi pénz volt, hogy most mennyi van, azt nyilván Zsolt tudja, ennek ha berakjuk állampapírba, amit nyilván nem lehet, ha kamatait nézzük, már abból létrejöhetne egy tiktokos brigád, egy ilyen brigád, egy olyan brigád. És itt jön be a lényeg, hogy mi kell ma a fiataloknak, hogy megszólítsuk. Föl kéne tölteni a DJ szövetséget fiatalokkal. De nem olyan fiatalokkal, akik csak azért lépnek be, mert a jogdíj kedvezményt akarják. Nem. Tehát itt egy kicsit, ha politizálhatunk is, miért nem vonjuk be a magyarul beszélő DJ-ket, Erdélyeket, szerbiaiakat, stb. Ugye és én itt ezt szoktam kifogásolni, szerintem a DJ-szövetség tagjai már nincsenek kint a terepen. Ez más a fajta elstruktúrálás, ez, ez én nem hiszem el, hogy nem volt terítéken, és biztos vagyok benne, hogy volt erre ö, nyilvánvalóan szándék. A kérdés, hogy ö, hogyan és mi valósult meg belőle? Ö, számos jó gondolat elhangzott, ö, az az egy rossz hírem van, hogy ne ne gondolt, hogy ez egy olyan nagy innováció, amit most mondtál, mert én ezek, húsz 20 éve elhangzanak, tehát mindig, mind, vagy időről időre felbukkannak különböző figurák, akik azt gondolják, hogy ők megváltják a világot. És én ilyenkor mindig azt mondom, hogy végre jön valaki. Tehát én a legkevésbé sem ragaszkodom ahhoz, hogy az én arcommal legyen a DJ szövetség úgymond eladva. Én lennék a legboldogabb, ha jönne valaki fiatal, és azt mondaná, hogy ő szívesen én nyilván nagyon sok mindenben tudok segíteni a, azzal a tudással, amivel és, és mondjuk szakmai beágyazottsággal, amivel vagy zeneipari beágyazottsággal, amivel azért a mai napig rendelkezem, és, és vigye ő a dolgokat. Csak egyetlen egy nagy probléma van, amivel itt, aki így egy, egy lépéssel már tovább jön a podcastekben, akár még közgyűlésen, vagy itt-ott, de leginkább Facebook posztokban való okoskodásnál, amikben néha még jó gondolatok is vannak, Ez amikor, nem amikor kiderül, hogy azért ez melós. Tehát a DJ szövetséget, egy szervezetet létrehozni, fenntartani, vezetni, az meló. Az nem szexi dolog. Az nem abból áll, hogy tapsolok, meg sipolok, meg csajok csöcsére csajok hát aláírok. Meg, meg én csinálom a legjobb De Ebbe nem van valami? Több mint 100 lóvé van. Nem mondhatod csak, hát, érted? Annyi lóvé de, van. De, benne. de jössz mindig ezzel a lóvével. Tehát fogalmad nincs, hogy mennyi lóvé van. A, a közgyűlés egyébként megtudhatod. Nincs olyan nagyon sok lóvé benne, főleg ahhoz képest, amennyi meló van vele, és amennyit nekünk költeni kell arra. Tehát, né, né, két dologban pontosítanám az információt, okay. ahhoz képest, hogy ugye milyen magabiztosan nyilatkozol. Állampapírban van a DJ Szövetségnek pénze, Na, Pontosan körülön. azért, hogyha hogy azért egyébként, hogy a tagdíjakat folyamatosan tudjuk csökkenteni, és val valamelyest a kamatokból hát, lé fent tudjuk okay. tartani. A másik, hogy a Jauri és a Kósz, akik ugye nem tagjai már, ennek a DJ nem tagjai, de mind a ketten tagjai. Egyikük, ö, azt hiszem, hogy mondjuk valamelyik nem, nem fizette be a legutóbbi évben a jogdíjat, de a másik, vagy a tagdíjat, de a másik, igen. Tehát azért, aki valamelyest is komolyan gondolja magát, lehet, hogy a jogdíj miatt, és ezzel nekem semmi bajom nincsen. Tehát ugyanebb ezekben a nagy világ megvált ötletek közepette, nagyon sok mindennel próbálkoztunk is, de láthatóan, ami igazán mindenki számára érthető és kézzelfogható az, hogyha a DJ szövetség tagja vagy, és eleget teszel az adatszolgáltatásnak, mert ez nagyon fontos, hogy ezt nem a két szép szemükért kapják, hanem azért, mert rendszeresen szolgáltatnak adatot, ugye heti játszási listákkal, és a többi ezt a DJ szövetség ebből készít egy, egy összesítést, ezt átadja a Mahasznak, és ezért cserébe a DJ szövetség tagja egy jelentős kedvezményt kapnak a jogdíjból. És, a... és, itt át is léptünk egy nagyon fontos dolgot, mert ugye én azt kérdeztem, vagy azt hogy egyébként... mutassa be 2021-ben, hogy művészi oldalon mi kell, hogy DJ legyél, és azt elfelejtettük, hogy te azt elmond, hogy 2024-ben mi kell a DJ Szövetség oldaláról, hogy valaki DJ legyen. A DJ Szövetség oldaláról egyébként semmi, tehát van, vannak annyi, hogy be kell fizetni. Akkor az egyébként úgy hogy Alapon ezer forint a tagdíj teszem hozzá, a maradék az a jogdíj kedvezményből kerül levonásra év végén, tehát hogyha valaki eleget, ezt mondom, a mahasz felé, ez nem a DJ Szövetség felé az adatszolgáltatásnak, akkor megkapja a, a kedvezményt. Tehát, hogy foglaljuk össze, 2024-ben valaki hivatalosan DJ szeretne lenni, akkor ugye a mahasszal fel kell venni a kapcsolatot, a mahasznál vagy ki kell váltani egy éves kártyadíjat, ugye aminek van egy díja, vagy pedig alkalmanként, vagy alkalmanként kell igen. jogosítani. Ez nem, a, ez nem ahhoz, hogy hivatalosan, hanem ahhoz, hogy valaki hangfelvét, többszörözött hangfelvételeket nyilvános, a nyilvánosság előtt bemutathasson, ehhez jogdíjat akkor kell Akkor törvényszerűen. Kell ez nem egy akkor ez nem jobban egy, mahasz, hangzik. Nem egy magyar sajátosság, ez a ez tűködő a törvény, ez így, általában világban jogi így működik, hogy hol mennyire tartják be, és az, az egy másik kérdés ki ellenőrzi most jelenleg 2020 Ennek a, a NAV, aki hivatott ellenőrizni azt, hogy a, az ele szolgáltatása olyan. egy nagyon érdekes dolgot, és javítsatok ki, ha nincs van igazam. egy-két gondolat, de nyugodtan kérdezzel. Csak egy másodperc, hogy ugye, itt Tomi kérdésére elindult egy egy nagyon jó, uh, szerintem uh, hatékony beszélgetés arról, hogy hogyan kellene aktualizálni, a, vagy akár kívülről uh, uh, látni a DJ szövetséget és közben itt van egy nagyon komoly szervezeti, strukturális felépítés, ami pedig elengedhetetlen ahhoz, hogy működjön. Ezt a kettőt értem. Köszönhetek igazából a párbeszéd, az majdnem, hogy, vagy úgymond a DJ Szövetség jobb átétlen, majdnem abból állna, ha ti ketten egy asztalhoz ülnétek, és mind a ketten valamilyen módon érvényesítenétek az akaratotokat. Nem, Tehát nem f... ketten, akkor szépen... négyen, négyen, 6 Bocsánat, csak arra gondoltam, hogy most itt az asztalnál. Mert hogy ettől függetlenül hogy még nagyon fontos strukturális dolgok vannak, és ezt meg is értem, de ettől még ahogyan törekedik egy, a egy BKK, egy egy polisz.hu, egy katasztrófa védelem, hogy kifelé is kommunikáljon valamit a TikTokon, Instagramon, Facebookon, hogy, hogy az vonzó legyen, vagy legalábbis megközelíthető a, a fiatal generációnak, úgy erre talán a DJ szövetségnek is egyébként vannak, vagy lehetnének lépései, hogy ez egy komplex Ö, játék azért legyen. mondom, hogy, hogy én, én húsz éve nyitott vagyok, és amikor jött ilyen ötlet, és, és hogy mondjam, valaki még hajlandó volt ebbe melót is tenni, és volt, van, aki a mai napig azért valamilyen szinten a, a, a munkában segít. De azért én, igen, tehát, hogyha azt nézzük, akkor amikről mi ketten beszélünk, az egy irányba mutatna, vagy kellene, hogy mutasson. De azt így nehéz, ugye, hogyha a csaba télapózék burkoltan, ugye itt hazugságról beszél, időnk, nem időnként, hanem gyakran, tehát valamifajta fixációja van velem kapcsolatban, és időnként rólam tesz ki posztokat, a Facebookra, ami egyébként megtisztel. Én hogy mondjam, mondtam, hogy mondjál -e, hogy... Hát most ez igen, mondjam, igen mondjam, ezt ezt most, hogy mondja le, de tudom, hogy nem változna semmi. igen, ez, nagyon menő. Ugye volt már, volt már ilyen próbálkozás, a Egyesület története során mondjuk kettő, talán három, amikor ilyen a kurványádon kívül annál egy lépéssel tovább is ment, a valamelyik még úgy is neveztük magukat, hogy szervezkedés. És ugye azt mondom, hogy szervezkedni sokkal könnyebb mindig, mint szervezni. Tehát megszervezni, megcsinálni ezt egyébként egy. De ha jól mondta, tudom, akkor téged választanak, meg az elnökségi abszolút, tagokat? Az választják, ugye? Tehát de, a, de, a, de a feladatokat is. Tehát akkor még egy ugye fontos dolog, hogy, hogy ugye mi mindent csinálunk. Azt mondtam az előbb, hogy az idők során ugye változtak a hogy mondjam, a környezet, a, a problémák, és ez jobb, jól vagy rosszul, de megpróbálunk alkalmazkodni. És ezért mondtam, hogy valaha a vizsga, aztán az 5000 forintos DJ kérdése, aztán a, a ö, nem tudom, mi éppen mondjuk a COVID és egy nagyon aktuális probléma volt, amire azt a választ tudtuk adni, hogy összesen hát ilyen 17 millió forint állami támogatást mondjuk a DJ Szövetség megszerzett, és azt a... Ezt mindenki kapott egyébként, a hát, DJ aki, Szövetség aki, nem pályáz, aki, aki, tehát tehát az, ez ugye ebben az egész szakmában, mint nyilván mindenhol jellemző, hogy emberek szeretik azt gondolni, hogy egyrészt, hogy hát hogyha ezek a rohadt hatalmasok, akik egyébként rengeteg pénzt is keresnek, ha ezek nem lennének ott, akkor egy csodálatos világ lenne. Ez a politikában is egy egyébként, ugye ez egy gyakori választói attitűd, hogy minden szar, de azért, mert ott vannak ezek, és ha ezek nem lennének, és elsöpörni őket valaki, akkor beköszöntene a kánaán. Van, aki ezt így, így, gondolja, és van, aki azt is gondolja, hogy neki egyébként alanyi jogon járna, nem tudom, valami fajta juttatás. De, és ezt még, egy, még a Bánáti Peti mondta egyszer nagyon találóan, hogy, hogy amikor jön a sült galamb, még a szájukat se tátják ki, hogy beledobja legalább a, a, az almát, hanem még az, tehát az volt, hogy Ugye voltak ezek a két, két komoly pályázati lehetőség volt, és ehhez az kellett, hogy valahogy kért, készítünk egy kérdőívet, hogy mindenki ugye ebben töltse ki, hogy mennyit dolgozik mióta, most nem emlékszem az összes kérdésre, vidék, Budapest, tehát csomó, nagyjából meg, meg, a jövedelmének mekkora része származik a diszkózásból, tehát nem a zsebébe turkáltunk, de hogy mégis lássuk, hogy milyen igények vannak. Ezt, ha jól emlékszem, körülbelül olyan olyan 150-200 közötti DJ-t ki, és ennyien részesültek is, tehát ennyi fele oszlott Ez egy nagyon a jó, hogy mondtál egy számot, én kíváncsi lennék, most jelenleg 2023-ban, 24 még nem olyan, tudjuk, 600, 600 körül ö, vagyunk, ugye ezer, ezer volt a csúcs, nyilván ennek az aktivitás mértéke befolyásolja a taglétszámot, de, de számoljunk úgy, hogy a tagság harmada, negyede volt az, aki vette a fáradtságot arra, hogy mondjuk nyolc e után kitöltsen egy táblázatot, ami arról szólt, hogy, hogy ő neki őt milyen mértékben érinti a COVID, mert ugye akkor mindenkit érint, de nem lehetett dolgozni, és hogy ennek megfelelően tudjuk majd segíteni. Lehet ezért az én lemondásomat is követelni, tehát ez szóval nagyon, men haszolható. nagyon menő. Nyugodtan nagyon hát jönnek a lájkok rá, tehát én, én de ezt nem, vágom, Zsolt, ez de nem azért mondom, hogy ez nagyon, tehát hogy mondjam, mindig lehet népszerűséget, lájkokat kapni sokaktól, és hát a szellemi szintől függ, hogy ki mit lájkol. De nem, bocsánat, de hát kielőtt vagyok most. Nézd hát, meg. De a, 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 nyilván van egy közönséged, aki nem, a hogy, úgy gondolod, hogy amikor ezer fő volt a maximum a DJ szövetségben, most 600 durván, vagyis tavaly, 2023, most ilyen... 400 ember azért vált ki a DJ szövetségből? Nem, 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 figyelj, tehát tök egyszerű, ez egy egyszerű pár struktúra. Az ember jó iskolákban jártak, ez ezt megtanulja, látja idővel. Én három dolgot állítok. Először is térjünk vissza erre a Palotai Zsoltos dologra. Igen. Én azt látom a DJ Szövetség egész szavazás, díjosztós és minden rendszernél, Amúgy is egy vises díjat adunk 3000 ért, tehát most rendelek belőle tizet. Egy. A Palotai Zsoltot mindenki szerette. Innen köszönöm, még annak idején jártam Kecskeméten a Borishoz, ő ott a víztoronyban voltam Palotain ezerszer. Tök jó. Ugye van a régi vicc, meghal, bárány hozzák a hanvait. Tudjuk. Akkor jövőre ez lesz? Ne ez legyen. Ha valaki meghal és nagyon szerettük, értjük a DJ Szövetség kommunikációját, átadjuk a palotai özvegyének a díjat, majd kapjuk a hírlevelet, hogy megkapta. Ez egyébként egy kormányzati kommunikációban csillagos ötös. Összehívtuk a népet, megkértük, hogy jöjjenek előre, elkészült a szép fotó azon a díját, adon, amin amúgy is kevesen voltunk. Ez tök jó. Tehát ez most nekem ott tart, hogy csak egy picit kéne elstruktúrálni. Kellene egy külön díj, lehet egyébként Hall of Fame, tehát megcsinálhatjuk azt, hogy a, 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 a halhatatlanok csarnoka, és aki meghal, az megkapja a díjat erre. Erre lehet egy külön díj. De már bocsánat, most őszintén. Ebbe az évben, hogyha megnézzük a DJ szövetség valahogy így, így, így hajlandó nem észrevenni a szavazók, ugye, ahogy szoktuk mondani, hajlandóak nem észrevenni egyes-egyes embereket. És akkor itt most ugye sokan meg bombázhatnak engem azzal, hogy a katapult DJ-t se vették észre, amikor a csúcson volt. Ti voltatok annó? Díjazottak? Nem, díjazottak sose, de én ezt elfogadom, hogy nem emiatt rest csináltuk. De például itt van most, eltelt nem tudom, valány év, hogy a Pure Beat ott van a csúcson. Tényleg vitathatatlan. Idén én azt láttam, hogy legalább, legalább idővel kapja már meg őt. Tehát hány fiataltól, aki, aki most van ott, vagy ott van például a felfedezettek közül, ugyanígy mondom, én kint vagyok terepen, tehát látom, a felfedezettek közül idén a tök mindegy, Tehát akár a szaga, akár a akár akár kikaphat. Én azért nem szeretnék így most nevesíteni én nem embereket. Nem, ezt. Nem. Ne, nem azért, hanem azért, mert te most úgymond a mainstreamből hoztál neveket, de ugye van egy underground része de is. De A, a DJ-szövetség sose értett szót az underground ezt én, ezt én értem, csak hogy ők nem akartak tudod, tudod, nézzük reálisan dolgokat. Van, akinek a Pure Beat tetszik, van, akinek caga, van, akinek a Katapult DJ, van, akinek a J. Tehát Azért most. Jó, ezt... csak bárkit, csak ne a palotait. Tehát ne ő legyen az év DJ-je, ő legyen a halhatatlanok első ö, dolga. És, és azért nem megyek bele ebbe a kegyelet sértő, stb. ilyen dolgokba. Gyerekek, sokan vagyunk, egyre többen vagyunk. Szerintem a DJ-Szercsőbe egyre több díjat kellene osztani. Én simán létrehoznék egy olyan bizottságot, amiben van öt fiatal, öt idősebb, az öt fiatal kint van a maga terepén, az öt idősebb kint van azon a terepen, ők legalább egy kis jelölést, egy kis ráhatást adjanak már, mert most őszintén, aki csak azért van benne a DJ szövetségbe, mert olcsóbb a tagdíj, 20 000 forint, tehát most azért nem egy... A jogdíj. Pár, vagy, vagy, a jogdíj, bocsánat. Olcsóbb a jogdíj, 20-30 ezer forinttal. És és, és lehet, hogy kincs a terepen, csak befizeti, mert mit tudom, tíz föllépése van, és nem tudja, hogy mi történik az országban, az ugyanakkor a szavazattal bír és nem tudja, és, és bocsánat, tehát olyanokat szavazunk meg, ez a látszat. A másik oldal meg én mindig azt szoktam mondani, hogy az ember ott ül és figyeli a Mikulást, akkor idővel rájössz arra, hogy vannak bizonyos érdekcsoportok a én így szoktam mondani a DJ szövetség körül, akik valahogy valamilyen istálónak a tagjai, és sokkal nagyobb előnyben részesülnek a szavazásba. Hát jó, de Csabi, ez, ez olyan dolog, hogyha egy istálónak úgymond a része vagy a mm -hmm. te szó használatoddal, ott több ö, rajongót Kapsz, mert ugye az Istálóban több név van, és a több névnek több rajongója van. Ez ugye a nagy számok törvénye. Lehet, hogy többen szavaznak rá. Jól mondtad ezt az összeesküvés elméletet. Tehát a, a hőbörgésnél, meg a, a személyeskedő kontenteknél szintén hasonló népszerűséget érnek el a internet világában mindenképpen az összeesküvés elméletek. Tehát az, hogy valami titkos vagy nem titkos csoport, akik mindig saját maguknak, és mondom, hogy ha ők nem lennének, akkor az énnek nekem csodálatosan jó dolgom lehetne a vélelme. de itt vannak ezek a rohadékok, akik mindig csak egymásnak a vállát veregetik, meg markogatják egymás segét. Tehát nincsen ilyen. Abban igazad van, hogyha vannak, nyilván, hogyha valaki megszervez maga köré egy csapatot, akkor nyilván nagyobb lesz az érdekérvényesítő képesség. Meg lehet szervezni egy másik csapatot. Ez is működik. A, a fölírtam egy Gondolatot. Igen, mert itt, itt elmentünk abba az irányba, hogy akkor most ki legyen, kire kéne szavazni, kire nem lehet szavazni. Ezek annyira szubjektív dolgok, tehát ebből, ebből szintén lehet nagy Facebook aktivitást elérni, és ezzel még nincs is baj egyébként, de nem ettől lesz a DJ Szövetség az, ami, hogy most jól vagy rosszul döntjük el, hogy ki az év DJ-je, mert ebben soha, nincs, soha nincsenek vége ennek a vitának, mert ha csinálunk nyolc bizottságot, akik majd eldöntik, hogy ilyen díj, meg olyan díj, meg amolyan díj, akkor annak a bizottságnak a döntését fogja megkérdőjelezni. Ugyanúgy egy csomó ember, akinek nem tetszik az az eredmény. Tehát valahol ebben is meg kell húzni a hatát. Van egy szavazási rendszer, amiben a DJ Szövetség tagjai szavaznak, sőt, most már ugye kinyitottuk a DJ Szövetségen kívüli igazolthatóan diszkózó emberek számára is, az, hogyha ők, ők őt, valamit valakit megszavaznak, tessék tudomásul venni ezt a döntést. Tehát ahogy a politikában is, ahogy egy csomó más területen, a, 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 a műkorcsaján is, szavaz a zsűri, és a zsűri döntése, ha tetszik, ha nem, az a döntés született. Csabi, te a szavazáson mit változtatná vagy változtatnál? Hát kell venni a szavazáson, ezért ez a nem jönnek el már a fiatalok. Tehát ezért, én ezért mondom azt, hogy Zsoltnak is mondtam, tehát hogy ő most 50 pluszos, még van mondjuk egy 10 év bárány, ugye, aki, én egyébként csak a bárány Attila miatt vagyok hajlandó erről beszélgetni, mert a bárány benne van és szeretem. Tehát, hogy nézzük meg a DJ Szövetségnek a, az egész létét, ahogy most vagyunk. Én azt mondom neked, hogy itt a legnagyobb probléma az az, hogy egy előregedő munkáspátról beszélünk, ahol nincsenek jelen a fiatalok. Én mit változtatnék? Én figyelj, én legalább 10-15 díjat adnék. A szavazáson. Oké, a szavazáson én úgy változtatnék, hogy helyből létrehoznék mondjuk egy tízfős bizottságot, és helyből létrehoznék legalább tíz díj kategóriát, és abba a tíz díj kategóriában is kihirdetném az első három helyzetet. Tehát még egyszer mondom 3000 forintos Most fos a fos Most tudom, hogy, most aki el tól, nem hogy mi, milyen kategóriák lennének? Ezek? Persze, figyelj, Na, Mondj egy párat. Először is. Mivel a fiatalok közül megérkeztek az influencerek, ezért én simán megválasztanám az év influencer DJ-t. Miközben is. van a DJ, hogy influencer dj -jait. Nem tudsz mit csinálni. Tehát most 2024 van, és olyan szinten vágtat a világ mellett. Értem, amit mondasz, és még egyet is értenék, de azért azt vágod a másik oldalon azt az ellenállást a bozó kianitól, a bárányatillától, és most szándékosan mondtam olyan okay. neveket, akik tényleg értenek is ahhoz, amit Be, csinálnak. Okay. Nem biztos, hogy mindenben egyetértünk velük, de mégiscsak azért komoly, hogy olyan szakmai múltál mögöttük, meg még egy csomó más ember, akik. Ettől ki lennének ború, vagy miért díjazunk mi, segrázó csajokat, akik a TikTokon mutogatják magukat, vagy, vagy, vagy izé bohóckodó Mert fiúkat. a fiatalokat aki... be kell hozni a okay, szövetségbe. De, de egy, 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 egyet kell megérteni, hogy ennek a szövetségnek nem az a feladata, hogy hercigeskedjen, meg szexi legyen. Ezért mondtam már az előbb is, hogy nem. Tehát én nagyon örülnék, ha lenne egy fiatal, aki viszi arccal is a dolgot, de akár egyébként viszi vi 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 az egészet szervezetileg is. Nekem, a, nem mondom, hogy a hátam közepére nem kívánom, mert nagyon szeretem ezt a szakmát, és azért viszem tovább, ha már húsz évig csináltam, mert azt gondolnám, hogy kár lenne ezt az egészet hútba dobni, és tartozom is a, a közösségnek annyival, hogy amíg lehetőségem és mondjuk energiám van rá, addig viszem, de jó, hogy ez én nagyon nem éri megcsinálni, az egészen biztos. Annyit ha a nézőinknek, ha, ha hogy... Ember, jó, Tomi, jó. Hogyha, ha, van egy fiatal, aki vállalja az ezzel járó munkát, akkor csinálja. Csak az a helyzet, hogy mondom, ez nem abból áll, hogy szexinek lenni, szavazni, a diátadókon poénkodni, hanem kibaszott Excel táblákat böngészni, pályázatokat írni, költségvetést készíteni, beszámolókat írni, egy rendszert üzemeltetni, folyamatosan figyelni azt, hogy milyen lehetőségek. Tehát ez egy iszonyatosan unalmas, irodai munka. Figyeljétek, stratégiai oka van annak, hogy én nem DJ-ként ülök itt, hiszen ti hárman most benne vagytok egy olyan szakmai vortexbe, ami egyébként teljesen jó, és ennek működnie kell, és ezért van itt az asztal, meg ez a kamera, meg ez a stáb, meg ez a stúdió. Viszont laikusként azt látom, hogy addig, amíg és egyébként nem, nem érdekem beleszólni a témába ilyen módon, de amíg a jellegi vezetés segrázóknak hívja az influencereket, ami egyébként szerintem egy szakmai fogalom, miszerint sok embert elél egy bizonyos platformon. Vannak, akik így vannak jelen. Én Talán itt ér... el, hogy minden DJ, és nem is én mondtam, tehát mit, ha emlékszel, akkor tehát idézünk pontosan, hogy azt mondtam a Csabának, hogy el tudja képzelni, hogyha csinálnánk egy influencer díjat, akkor a szakmában egyébként komoly múltal és való, való teljesítménye rendelkező emberek elkezdenének ezen hőbörögni, hogy miért ti azunk segrázók. Én, én nekem nincs bajom a segrázókkal, én azt gondolom, hogy ha, ha, ma így néz ki a DJ világ, nem biztos, hogy tetszik nekem, de ez a helyzet, ez, ez teljesen rendben de ez van. Ezt van, ez van, van de ez egy meg van egy, egy év dj díj, most akkor nevezzük így, az, az két külön kategória, aki influencer De akkor hadd soroljam föl, tehát figyelj, azért visszatérünk lassan a katolikus egyházhoz. Én csak annyit szerettem volna mondani, hogy most a, szavazás, most a szavazás az úgy történik, hogy a DJ szövetség Tagjai, és aki nem tagja, a dj most kinyitottátok ő, ők szavazzák meg a, a jelölteket, és a jelöltek közül szavaznak újra egy körben, tehát nem a DJ Szövetségből az elnökségi tag mondja meg, hogy ő nyert, ő nyert, ő nyert. Jó, Így csak van. ezt a nem igen, tudja, meg ezt a Bellentines-nál meg volt, ugye, tehát minden egyes támogatónak nyilván érdeke valamilyen adathalászat, ezt most csúnyán mondtam, de a bellentines az volt az érdek, hogy e-mail címmel szavaz, azért, hogy meglegyen neki esetleges adathalászat. Az, az egy, az egy közönség szavazás volt, az Így egy van. nyilván, az egy más dolog. Ez az, meg egy szakmai szavazás. Igen, az hogy ugye nem a DJ Szövetség elnökségi tagja dönti, hogy ki hanem a, az életmű az egyetlen. Ezt nem az biztos, hogy mindenki zöldön. tudja, és ez fontosnak igen. gondoltam. Hogy igen, ez igen viszont én azt szoktam mondani, hogy a kommunikáció, meg úgy minden dolog az idővel oda mutat, hogy ugye Bárányati 56, Bozók Jancsi most lett 50, vagy most lesz 50, tehát hogy, hogy szépen azt, én azt mondom, hogy vannak beidegződések, és mégis egy kicsit olyan e, csúnyán akarok fogalmazni, akkor azt mondom, olyan pártállami múltra emlékeztető e, gondolatok vannak, ahol viszont megérkeznek ezek a rohadt demokrata fiatalok, akik e, már tiktokoznak és instáznak, és, és, és ők is dj és ők is itt vannak, és én pont Bárányati egyébként volt egy beszélgetésem pont a Pure hogy ő, ő bízott abba, hogy a Pure a Pure Beat nyeri idén a, 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 díjat, mert hogy a Pure bit már tizen éve köztünk van, és tényleg én azt mondom, hogy a csúcsra ért most alacika. A Pure bit már 2015-ben benne volt az első háromban, megnyernie még nem sikerült. Tehát nem vagyunk annyira lemaradva, ha tíz éve van De a akkor hirdessük ki az első hármat, mert megmondom őszintén, hogy én azt látom, amit szerintem... Voltak évek, amikor kihirdettük. És Igen, én jó is volt. voltam talán egyszer második. És de és az le, tök le, jó. jó, mert itt én szerintem a szövetség részéről sokan azt nem értik, hogy ide születtünk mi erre a bolygóra, és ebbe az országba. És mi itt választottuk magunknak ezt a szakmát. Én egyébként tíz évig diszkoztam, úgy vagy kilenc évig, hogy nem foglalkoztam a DJ szövetsége, se a jogdíja, mert Bakelitről játszottam, 16 évet rádióztam, tehát tök jó el voltam én ezek nélkül. De ahogy az ember öregszik, egy kicsit szüksége van arra, hogy azok egy kicsit simogassák őt, akik, ak akikhez tartozik. Na most mi most ezt csúnyán mondom, sajnos hozzátok tartozunk. Nem jogász lettem, nem tanár lettem, hanem diszkos. Tehát sajnos mi hozzátok tartozunk. És idővel, bocsánat, ahogy növünk fölfelé, és én 15 év után ezt így talán mondhatom, elvárnám azt, hogy az idősebbek egy kicsit többet simogassák a fiatalokat, ne csak magukat, és ne csak az érvényesül, mert ez akkor így a ti szövetségetek, és nem a miénk. És ugye te mindig erre azt szoktad mondani, hogy hát lehet próbálkozni mást alapítani. Nem. Mi ezt megvárjuk, hogy elmúljon, erre van egy pár évünk, ha nem tudtak megfiatalodni, akkor meg végképp. és a végén lesz egy TikTokon én holnap bejegyzem, hogy Magyar DJ Szövetség, úgyse tudtok vele mit csinálni, és én elmegyek szépen ezekre a diátadókra, ha még egyáltalán lejönnek rá a fiatalok, és én azt mondom, hogy akkor ugyanezt a visses díjra ráírom, hogy Magyar dj szövetsége, TikTok, kukac, így, és azt mondom a lacikának, hogy a Magyar DJ-k szövetség által itt a díj, Lacim, gratulálunk, de ugyanúgy adhatom, mint a most Természkinek, hogy akkor tessék, itt van, te vagy most a halló film. Volt az egészséges erotika című film, és abban volt, hogy mi van, ha szarok én a szocialistára. Hát ilyet nem lehet mondani. Hát akkor gondolva van. Na, és én szerintem a fiatalok, főleg a nálunknál fiatalabbak, már gondolják ezt. Na, de várjál, innen is van még egy lépés, hogy már nem gondolják, nem is tudnak rólatok. Tehát nem tud a DJ szövetségről, nem is érdekli. Tehát, Na hogy... ezért, ezért csináltuk meg ezt a műsort. Érdeke egyébként le, a DJ Szövetségnek, hogy hidegat képezzen ilyen módon, mint amit most az előbb Csaba elmondott? Csak mert azt látom megint... De most most Viszat... belülről beszélek. Visz, visz, azért, visz... Azért, azért azért érdeke és célja is, és, és azért... tehát Ugye a Csaba borzasztó jól tud nagyon hosszan beszélni, és tud, köszönöm. mindig, akkorákat tud mondani benne, hogy biztos, hogy tényleg mindig Sokat jönnek nézem lájkol. a politikai hobbistát. Tehát Valószínűleg persze. ilyen, tehát Igen, lehetne köszönöm. egyszer egy versenyt tartani kettőnk között, hogy ki tud hosszabban egy levegővel beszélni. Csak ne ebbe a podcastbe és létszik. És mondjuk esetleg minél több személyeskedést is belevinni, Semmi. ezt, ezt te megnyernéd nagyon masszívan. Ugye, tehát itt nincs egy ilyen mi meg ti eddig ugye öregnek tartottad magad, már az életkorodból kifejezve, a családi állapot, most már újra, most a fiatalok közé sorolod magad. Nem, azt én mondtad, a fiatalokkal mi, fölveszem a, mi, a, versenyt. Tehát, hogy ezen a vagyok Mi, én. a mi világunk, meg a ti világotok nincs két világ. És igazából a DJ Szövetségnek nem feladata az, hogy itt valami fajta világokat teremtsen, vagy hozzon létre. Nekünk az a dolgunk, hogy aki ezt a szakmát űzni akarja, annak legyen minél több lehetősége, esetleg kedvezőbb körülmények között, mint aki mondjuk nem tagja a szövetségnek, de semmi kötelezettség nincs, tehát aki nem akar tag lenni, nem akar rólunk tudni, az égvilágon semmi bajunk vele, ettől független a törvényeket tartsa be. Az, hogy egyébként a TikTokon ki hogyan népszerűsíti magát, ahhoz aztán végképp semmi közünk egészen addig, amíg nem végez tényleges DJ tevékenységet, ami azt jelenti, hogy nyilvánosság előtt embereknek zenél. Az, hogy a, az interneten ki hogyan mutogatja magát, és annak része -e a zene, vagy sem, nem, abban nekünk olyan nagyon sok dolgunk, beleszólásunk nincsen, nem is Tudunk, nem is akarunk vele mit kezdeni. Az elmúlt percekben abszolút validálta ez a beszélgetés, meg hitelesítette, hogy van szükség erre az asztalra, meg erre a, erre a platformra, meg akár a hőfokon égett egyébként ez a beszélgetés, ne, ha Én azt gondolom, hogy van jó kommunikáció kettőtök között. Itt vagy egy-egy hátralépés, vagy egy-egy előrelépésre volna szükség, ezt majd eldöntik a komment szekcióban. Van miről beszélni a komment szekcióban, azt gondolom. Illetve köszönöm, hogy külön kifordultatok egy-egy gondolatra, itt a kamerára láttam, Értéke, értékes szavak hangoztak el. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, hogy beleálltatok ebbe a témába. Nem zárkózunk el, azt gondolom, a folytatástól. Jeszenszki Zsoltal és Lipóci Csabával beszélgetünk. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, a következő epizódban folytatjuk. Sziasztok, köszönjük, sziasztok! sziasztok.